A BKG Prima S elleni győzelmet követően ismét rangadót játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokság eddigi meglepetés csapata, a Budafok hazai pályán még veretlen, a harmadik helyen álló fővárosiak eddig 7 győzelmet szereztek 3 vereség mellett. A legutóbbi fordulóban Salgótarjánban kapott ki 4 ponttal a Budafok, a Kékcápák pedig Zsinórban 8. bajnoki győzelmüket aratták, és természetesen a Promotor utcában is folytatni szeretnék sorozatukat Busz Ivánék. Nem csak az előző mérkőzések tapasztalatai mondatják azt velem, hogy szerintem most már ebben a bajnokságban mindenhol esélyesként léphetünk pályára, és ennek így kell lennie a hétvégén is, amikor a Budafok otthonában fogunk majd játszani. Nem lesz könnyű mérkőzés. Tavaly elvesztettük itt a találkozót, és nagyon mérges voltam a csapatra. Utána kapott is a csapat egy kis büntetést a továbbiakra nézve. Remélem, hogy ezt most nem kell meglépni. A Budafok nagyon szépen szerepel, a harmadik helyen vannak, ugye, és ráadásul erős a hazai pályájuk. A kicsit szokatlan a talaj, nem parkettán játszanak. Ez a külső szemlélőnek nem tűnhet fel annyira, vagy nem gondolhatja, hogy annyira meghatározó, de aki hozzá van szokva a parkettához, az nem igazán érzi kellemesen magát egy ilyen kemény talajon, és éppen ezért a hazai pálya talán még egy picit erősebb lesz, de nekünk meg kell küzdeni ezzel, és túl kell lépni ezen, mert természetesen azért megyünk Budafokra is, hogy el tudjuk hozni onnan is a 2 pontot. A Cápák már több alkalommal is bizonyították, hogy mérkőzés közben is képesek váltani, és akár egy negyed alatt is a maguk javára tudják fordítani az adott találkozót. Szerintem még mindig tudunk fejlődni a védekezésünkben, sokat tudunk javulni, hogyha csak az előző mérkőzést nézzük, akkor a harmadik negyedben a védekezésünk változott meg, de talán az MTK ellen játszottunk hazai mérkőzésen szintén olyat, amikor a harmadik negyedben talán 32-12-re tudtunk győzni, és az azt jelenti, hogy tudunk, ahogyan említetted az előbb is, mérkőzés közben is váltani, de ezt a védekezési stílust kellene kitolnunk 40 perccel. Persze mindig álmodozunk ilyenről, elégedett leszek 38 perccel is, tehát az első 2 percet elengedjük, aztán utána 38 percen keresztül védekezzünk így, de valahogyan e felé kellene közelítenünk, és akkor talán még könnyebben, vagy még egyértelműbben tudnánk nyerni mérkőzéseket. A forduló további párosítása a következő: MEAFS Miskolc MTK Elit Basket, Veszprém Nagykőrös, Baja PVSK, MAFS Salgótarján, Budapesti Honvéd TF Budapest és BKG Prima Ese Vasas Akadémia.